Színház, film, televízió. Három egyenként és teljes embert igénylő feladatok között ingázik Kálamista Gábor, producer, a Thália Színház menedzser igazgatója. Milyen szempontok szerint osztja be az idejét a felsoroltak között? Annak idején én termelőszövetkezetben dolgoztam, ahol azt mondta az én nagyobb becsült főnököm, hogy egy nap 24 óra plusz az éjszaka, azóta ezt tiszteletbe tartom. Az idemet azért be tudom osztani, tehát mondjuk reggel Budán kezdek, ott van a Megafilm irodája, általában reggel 7-kor, fél 7-kor már ott vagyok, aki nagyon akar vele beszélni, annak kénytelen korán kelnie, és kb. 10 órától itt vagyok a színházba, aztán még egy pár dolgot még művelek délután, de arra azért nagyon-nagyon figyelek, hogy mondjuk a kislányom én menjek el az iskolába, ha még utána vissza is kell mennem akármelyik helyre, ahol vagyok. Köszönöm. Kálamista Gábor, mint filmproducer, sok sikerfilmet tette le névjegyét a közönség elé. Kezdte a Zimmer Ferivel, dolgozott Ötvös Csapivel, 2009-ben jött egy megrendítő alkotással, a meggyilkolt Marianne Kozba, veszprémi kézilabdásról szóló Szíven szúrt ország című produkcióval, majd a Action sorozattal, ami a krimi és egyben a tévésorozatok kedvelőinek adott kellemes szórakozást. Melyik a kedvenc filmje a saját repertoárjából a közel 30 alkotás közül? Nehéz kedvencet választani. Tehát azért mindegyik a saját gyereke az embernek, tehát nem mindegyiket simogatja, neveli, valamelyik jobban sikerül, valamelyik kevésbé jobban sikerül. Én nem nagyon választanék. Egyébként, ha arra a kérdés, hogy a Szíven szúrt ország, tehát azért azok egy különleges momentum az életemben, rólam sokan tudják, hogy kb. 25-26 éve veszprémi kézilabdába ott vagyok, per pillanat már funkcióba is. Építünk egy jó csapatot, és én ismertem ezt a fiút, ezt a Mariant attól, hogy idejött, attól milyen ember volt, és engem nagyon-nagyon megdöbbentett az a brutalitás, hogy őt megölték, és nagyon megdöbbentett a magyar igazságszolgáltatás, hogy ezt kezelte. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a gyilkosok, az emberek nem kapták meg azt a büntetést, amit meg kellett volna kapniuk, és ugye amit egy kicsit megnyugtatja a lelkemet az, hogy ennek azért mi nagyon komoly teret adtunk, és nagyon komolyan fölléptünk az ellen, hogy ilyen bűncselekmények részben sem maradhatnak megtorlatlanul, és azóta azért azt látom, hogy a bíróságok valóban tényleges életfogytiglani ítéleteket szabnak ki, de ez az ítélet, amit ez a bíró hozott, én azt gondolom szembeköpése a magyar társadalomnak, hogy ezek a gyilkosok 2-3-4 év múlva köztünk járnak, és újra a kényükedvek szerint gyilkolnak majd meg embereket, és nagyon szívesen megkérdezném a bírót, tettünk is egy kísérletet egy film folytatására, aminek a lényeg az lett volna, hogy a bírónak megkérdezzük a lelki ismeretét, hogy ő valóban úgy gondolja, hogy ezek az emberek alkalmasak arra, hogy a mi társadalomba szabadon garázdálkodjanak. Sajnos nem jött össze, mert a bírói gyávaság itt már megjelent, tehát nem volt hajlandó a kamerák elé állni. A többi film az egy érdekes történet, voltak benne nagyon sikeresek, voltak benne kevésbé sikeresek. Hát ugye a Zimmer Feri első része az embernek az első gyermeke, azt nagyon szereti. Aztán volt a Csak Szex és a Goda Krisztával néhány alkotás, amit nagyon szívemhez nőtt. Aztán voltak sorozatok, tévésorozatok, akár a Sobri, akár a Csupó Gáborra, az Immigrants, ami egy egész különleges animációs film volt. Tehát mindegyiknek volt valami diszkrét bája, amitől lehet szeretni. És mondjuk nekem nagyon érdekes, mert a mostani házasságomból van két gyermekem, 14 és 10 évesek, és most kezdik el nézni azokat a filmeket, amik születésük előtt, vagy mikor még nem voltak fogékonyak, nézik, és nagyon tetszik nekik. Filmproducerként milyen új kihívások elé állította önt egy állandó színházi társulat menedzselésének a feladata? Engem nagyon érdekel mindig a színház, és nagyon érdekelt az, hogy ugye egy film, ez egy attól egyszerűbb történet, hogy leforgatunk egy filmet, és egyszer bemutatjuk a moziba, és onnantól jár a saját útján, de engem mindig érdekelt a napi kihívás. Itt minden nap meg kell felelni a nézőknek. És én azt gondolom, hogy valahogy ötvözni kell a filmet, ötvözni kell a színházat
mert ugye ugyanazok a szereplők játsszák, tehát a színház és a film között az alapvető különbség az, hogy az egyiket élőben látjuk, és ott a néző a színházban a saját szemével vág, tehát a színpadon azt néz, amit akar, oda néz, amit akar, arra a részletre figyel, amire akar, a filmben viszont mi megmutatjuk neki az irányt, hogy ezt nézd. De ugyanazok a szereplői ennek a dolognak, ugyanazok játsszák gyakorlatilag, akár rendezői szinten, akár színészi szinten, vagy akár mondjuk produceri szinten beszélek, hiszen sok kollégám nagyon számosan a filmből színházat is csinálnak, ha még nem is ennyire ismert az ő munkájuk, de ez egy nagy kihívás, tehát a színház az egy sokkal nagyobb feladat, hiszen itt egy nap 24 órájában együtt töltjük az időnket. Egy társulat mindig egy nagyon érdekes dolog, én azokat a színészeket hívtam ide a tárjába, akikkel nagyon régen együtt dolgozom, nagyon szeretem őket, azt gondolom, hogy a bizalom köztünk azért megvan, egyre erősödik ez a társulat, hiszen ebben az évben azért már Molnár Piroska is itt van, itt van Sej Juci, itt van Csányi Sanyi, Szabó Győző, Mindrok Csaba, Gubás Gabi, tehát itt azért egy nagyon-nagyon markáns társulat van kialakulóban, és az a jó érzés, hogy jó látni őket, hogy jó érzik magukat. Sok munkánk van benne, tehát ezért azért kellett dolgozni, hiszen ez a színház azért egy befogadó színház volt, nem volt társulata, és most azt látjuk, hogy egy befogadó színház egy sokkal kényelmesebb lét, mint egy társulat a színház, de hát azért az igazi varázsa annak van, hogy van egy saját társulat és saját darabok. Tereményi Géza, Csányi Sándor, Kálomista Gábor. Erre mondják, hogy ütös csapat állt össze. Milyen tervekkel és elképzeléseket kell önnek ebben a felállásban menedzselni? Hát menjünk név szerint. Tereményi Géza, közel 30 éves barátság. És most akkor pletykáljunk egy kicsit, amikor ez az egész színházas erő került, az egy lépfőleppen nálam a kertbe átjött a Bereményi Ábrahámból, és azt mondta, hogy kéne egy színház. Mondom, Géza, te nem vagy normális, mert minek nekünk színház, és hogy hát, meg hogy nincs egy színház, és ez nem is lehet, meg hát én, meg addig beszélt a Géza, még a harmadik üveg rozi után megnéztük az interneten, hogy milyen színházok vannak, és egy égi jelként jött egy hír, hogy a Tárja Színház igazgatója lemondott a posztjáról. Tehát én abban nagyon nehezen álltam volna bele, hogy valakitől elvenni valamit, amit szeret csinálni, és egyszer csak ott volt, hogy a Tárja Színházban nincsen igazgató, és lehet indulni egy pályázaton. Géza, mondom, ha már így alakult, holnap gyere át, és még egyszer beszéljük ezt át, mert ugye némi mámoros hangulatban már rögtön repertoárt csináltunk. Másnap átjött a Géza, és még mindig ott tartottuk, hogy mi nagyon szeretnénk a Tárja Színházat. És mondtam, hogy Géza, akkor, hogyha ezt mi megnyerjük, ezt a színházat. Tehát nem tudunk ebbe különböző nagyon erős lobby tevékenységet beletenni, hanem hogyha tényleg van ötletünk és elképzelésünk is volt. Hál' Istennek megírtunk egy pályázatot, én azt gondolom, hogy elég jól sikerült pályázatot. Én meg tudtam nyerni néhány olyan barátomat az üzleti szférából, aki most vagy itt dolgozik a színházban, vagy markánsan a színház mögött áll, hogy biztonságban tudjuk helyezni. Ugye nyitottunk egy nagyot, amit eddig színház nem csinált, ugye a közmédiával való együttműködést, hogy itt működnek stúdiók, rádióstúdiók, nagyon sok előadást tudunk rögzíteni, eladni a televíziónak, nagyon sok rádiójátékot csinálunk, de felélesztettünk egy olyan műfajt, ami Magyarországon nagyon-nagyon népszerű volt a rádióban, és most újra van, hál' Istennek kb. 7-8 ezer percnyi rádiójáték, hangjáték elkészül, és ebből tudunk mi társulatot csinálni. Aztán ugye a Csányi Sanyi, akivel én nagyon-nagyon régen jó vagyok, tehát ő még gyakorlatilag egyetemistaként már a látókörünkbe került, mint egy igazi link, egy igazi nagyvilági fiú, aki nagyon élt, és nagyon szerette az életet, és jött a Csak szex és már semmi című film, ahol ugye megkapta a főszerepet. Előtte is jobban voltunk, de a barátságunk onnan datálódik, hogy azt láttam, van egy fiatal ember, aki elkezd rám hallgatni. És azóta is próbálom az útját egyengetni, néha a rögös útját, de én azt gondolom, hogy ő a mai világban egy igazi unikum. És amikor itt a színházban az a gondolat jött, hogy művészeti vezetőt keresünk, akkor leültem vele, és mondtam, hogy lenne egy ilyen dolog, és egyszerűen itt a fülének, és mondtam, Sanyi, fiatalember vagy, van időd, próbáld ki, ha megy, megy, ha nem megy, nem megy. Én azt látom, és azt gondolom, hogy nála jobb művészeti vezetőt nem lehetett volna találni,
mert teljes szívvel, teljes érekkel és teljes elfogadottsággal, tehát ugye bármit írtak különböző sajtóorgánumok, attól függetlenül, hogy elfogadták a kollégái, elfogadja a Szombati Gyula, elfogadja a Hunyad Kürti, tehát mindenki elfogadja, a Molnár Piroska elfogadja, tehát ez egy nagyon nagy dolog egy ilyen fiatal színésznek, és nagyon jó gondolatai vannak, és kezd összeállni most már egy arculata, hogy amit a Gézával ketten művészi szinten csinálnak, hogy van a színháznak egy külön arca, és egy színháznak ez nagyon fontos, tehát a darabválasztásban, az előre menetelben, mindenben, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a három név, ez egy hosszú távon is majd együtt marad. Köszönöm. Ön szerint mikor sikeres, illetve mivel mérhető egy producernek a sikeressége? Hogy mitől sikeres egy producer, azért sok szempont meghatározza. Ugye a filmben én azt gondolom elsősorban, hogy hányan nézik meg azt az alkotást, ezért nagyon nagy vitáim vannak a szakmán belül is, hiszen én annak a híve vagyok, hogy ha valami elkészül, azt meg kell, hogy nézzék. Tehát egy termék akkor működik, hogyha veszik. Tehát egy film is akkor működik, ha nézik. Ebben különböző vitáink vannak. Én azt gondolom, hogy elsősorban azt, hogy a nézőszám, a jegybevétel, tehát ugye azért ez egy alkalmazott művészet. Tehát amivel nagyon sok pénzt fektetünk, és aminek ugye elvárása lenne egy része, hogy ez megtérüljön. Tehát ugye én a piacról jövök, tehát én máshogy közelítettem meg annak idején ezt a dolgot. A másik az, hogy érjünk el fesztivál sikereket, ami tök jó dolog. Én azt gondolom, hogy az a második. Én szerintem ugye még sok mérője van a sikernek, tehát nem az a film méri meg az embert, ami éppen moziba van, hanem a következő. Tehát, hogy aki sok filmet tud csinálni, az valószínűleg valamiért tud több filmet csinálni, mert bíznak benne, mert jó sikerült az előző, mert jó választja a kollégát, jó választja a rendezőket, ugye jó választja a témát, jó választja a forgatókönyvet, forgatókönyvírót. Tehát én azt gondolom, hogy aki minél előbbre tud menni, az a sikeres, tehát a egy-két filmes producereket nagyon sokat ismertünk. És ugye ez azért ahhoz képest, hogy alkalmazott művészet, amit mondtam, azért ez nagyon sok szegmensből áll, nagyon sok érzelmi dolog van benne, nagyon, nagyon érzékeny terület. Tehát mi minden filmben azért belehalunk, tehát a Goda Krisztával most kezdünk el dolgozni. Iszonyú feszült napjaink vannak, még talán egymásra szemben is, de tudjuk, mivel talán a Kriszta velem dolgozik a legtöbbet, hogy valamikor ennek majd megjön a haszna. Köszönöm. Sikerült-e azokat a mérható változásokat maradéktalanul végrehajtani a kulturális és filmes szakmában, amire az ön véleménye és álláspontja szerint igencsak szükséges volt mind a két területen? Erről egy kicsit többet tudnék mondani. Én amikor ebbe a szakmába belekerültem, ugye 95-96-ban, akkor én azt hallottam folyamatosan, hogy válsággal küzd a film, mert nincsenek befektetők, nincsen nézője, elvesztette a közegét, és annak idején, hál' Istennek, egy-két barátom biztatására és pénzén, amikor megalapítottuk ezt az egész céget és csináltuk a címerfelét, én azt gondoltam, hogy bejött a tőke, megjelent a magyar filmbe a magánbefektetés, és ez például jó lesz mindenkinek, hiszen ha sikeres, akkor egyre több pénz jön be. Majd rájöttem, hogy bejöttem egy zárt körbe, vagyis megpróbáltam bejönni egy zárt körbe, ami ezt egyáltalán nem szeretném. Jó volt ez a zavaros vízbehalászás, az egymás között elosztott pénzek, nem volt tétje a filmkészítésnek. És azt gondolom, hogy 97 vagy 98-ban is mondtam egy hosszabb interjúban, hogy ez az egész csak időkérdés, hogy mikor megy tönkre. De mivel meggyőződésem, hogy a kultúrában nem volt rendszerváltás, hiszen amikor a rendszerváltás volt, a magyar kultúrát és a kulturális közéletet nyilvánvalóan, hogy azok az emberek képviselték, akik akkor voltak, és nem volt céljuk egy olyan nemzedék kinevelése, ami átveszi tőlük a hatalmat. Tehát ők szépen átmentették a hatalmukat 90-ben, megalapítottak különböző alapítványokat, különböző formában tovább működtek, és a saját gondolatiságukat próbálták ráerőltetni. Erre én talán ebből kilógtam, és ugye sokan kérdezik, de hát kaptál tőlük pénzt, viszont azért a teljesítmény meg mögöttünk volt. Tehát volt olyan év, hogy a magyar filmre járó magyar mozinézőknek a 98%-át csinálta meg a film,
két filmmel, és a maradék 22-t csinálta a 2%-ot. És azért minden évben, mikor mi megjelentünk, ugye hál' Istennek majdnem minden évben sikerült megjelenünk egy-egy filmmel, azért mindig a topisták elején voltunk, tehát a nézőcentrikusság, és előbb-utóbb rájöttek ők is, hogy fontos valamit azoknak is adni, akik adják a pénzt, hiszen ez az adófizetők pénzéből volt, tehát ez egész szakma. Ugye ez eljutott egy kenyértörésig, ami már egy nagyon, hogy mondjam, tehát már nagyon komoly egzisztenciális problémákat okozott embereknek, de mondtam, hogy nem lehet. Tehát nem lehet a szemetet folyamatosan a szőnyeg alá söpörni, mert egyszer fölbukunk rajta, ez meg is történt, és akkor kiderült a csomó disznóság, mondjuk finoman szóval nélkül, hogy most feljelent majd valaki a kreatív könyvelések, az idióta módon kiosztott pénzek, az el nem készült filmekre kiosztott pénzek, és egyszerűen a szakma fölbukott. Ami nem volt baj, én azt gondolom attól, mert meg is tisztult. Tehát aki tudott talpon maradt, viszont kellett hozzá egy vajna, aki, nem tudok, az egyik legjobb barátom, és én néma áhítatta a figyelem, amit csinál, mert én azt gondolom, hogy az ő pozíciában én biztos, hogy nem csinálnám. Tehát de ő azt mondta, hogy ő szívesen csinálná, mondom, te ennél meg vagy te bolondulva, hát ez nem jó, tehát ez egy olyan ellenséges világ, főleg neked. És ő az hozott egy másik szemléletet, letisztította a rendszert, megmentette azokat a producereket, akiket meg lehetett menteni. Ugye a folyamatos bírálatok sorában, hogy nem készül film, azért nem készül film, egyszerűen kellett csinálni egy rovancsot, hogy hol tartunk. Ki alkalmas filmet készíteni, ki nem alkalmas filmet készíteni, kire lehet közpénzt bízni, kire nem lehet közpénzt bízni. Nem lehetett játszani már, hogy 50-80 millió forinttal támogassunk filmeket, hiszen az európai film az elszaladt emellett. Most már 1-2-3 millió euró egy tisztességesen kiállított film, és ő azt mondta, hogy igen, kevesebb film kell, mint hogy én is elmondtam, amikor egy évente arról mondta, hogy 42 film készült el, mondom, egy nem létező piacra a selejtes terméket gyártunk, attól nem lesz jobb. Tehát el lehet mondani minden évben a filmszemlén, hogy de nagyok vagyunk, mert 42 film van, de minek? Az utolsó előtti filmszemlén elmondtam, hogy ez a legnagyobb becsapása a szakmának, hogy erre büszkék vagyunk. A legnagyobb szemenköpés annak, és azt mondtam, hogy a 42 filmnek nem lesz összesen 100 000 nézője. Amit én kaptam, azért az nem volt középszerű, hogy én micsoda egy mocsok vagyok, hogy én micsoda egy ellenség, és hogy micsoda szemétség. És mondtam, hogy rendben van, én mondtam egy számot. Nem lesz 100 000 nézője a 42 filmnek. Nem lett. És akik a ellenkezőjét állították, az utat se kértek elnézést, hogy figyelj, neked volt igazad, tehát egy exot dologa lehetett volna vitatkozni, azt mondom, hogy de lesz 500 000, de mindenki tudta, hogy ez egész egy nagy komu. Tehát én azt gondolom, a filmben most van a rendszerváltás, a kultúrában még nincs a rendszerváltás, tehát ott még azért éljük a 80-as éveket. Elkezdődött valami, de még nagyon messze állunk attól, ami ki tud teljesedni. Téma vagy forgatókönyv lehet olyan, ami arra motiválja önt, hogy tehetségével és támogatásával megvalósítsa azt? Hál' Istennek, és ne tűnjön nagyképűnek, tehát nálam megfordul egy évben 200-300 forgatókönyv, és nem keresek görcsösen témát. Tehát van, ami mondjuk, mint a Szívenszút ország, az egy személyes ügy, azt megcsinálja az ember mindentől függetlenül, de azon kívül én azt gondolom, hogy ezeket a, és nem törekszem arra, hogy nagyot dobjak. Tehát azt gondolom, hogy én nagyon hiszek a vígjátékba, a romantikus vígjátékba, kacogtatós vígjátékba, és nagyon hiszek a nagyon komoly témákba. Tehát, hogyha ha valaki utána néz annak, amit én csináltam, azért készül egy valami Amerika, de utána tud készülni egy csobri, ami egy teljesen más jellegű történet. Vagy hogyha megnézzük mondjuk a Kaméleont, ami már inkább egy társadalmi dráma, tehát egy meglévő jelenségről szól, az más. De most a Goda Krisztával dolgozunk, tehát most elkezdünk forgatni vele, ami szerintem, én mondom, hogy én olvastam forgatókönyvet, jó néhányat, szerintem én ilyen jó könyvet nem olvastam, mint amit most a Divinny Rékával írtak. Ezt nem most írták, 5 éve készülünk rá, tehát a két hölgyel, akivel azért sokat dolgozunk együtt, azért nem könnyű, de egy 5 év alatt megérett a dolog arra, hogy leforgassuk. Tehát a Csak Szex is érett 3,5-4 évig, a Kaméleon is 3 évig, de most én azt gondolom, egy olyan film készül el,
ami aktuális társadalmi problémát dolgoz fel, rettentő, komolyan véve, és egy olyan minőségbe tudjuk talán megcsinálni, ami még a Cameronon is túlmutat. Mondjuk a Cameron volt az a film, én azt gondolom Magyarországon, hogy nem mint vígjáték, hanem mint egy komoly, hogy mondjam, dráma, azért átlépett egy 200 ezeres nézőszámot. Ami egy ilyen filmnél azért ritka. Tehát ha megnézzük, hogy nem egy Star Wars, vagy Harry Potter, vagy Gyűrűk ura, tehát ami a névtől bemegy az ember, vagy Die Hard, akkor ez volt, én azt gondolom, egy áttörés. Akár vagy csak szexus beszélhetünk, mert az egy nagyon jó vígjáték volt, viszont ugye mindig az volt a revolvere azoknak, akik úgy gondoltak, hogy néző nem kell, de külföldre nem állja meg a helyét. Az a film 71 országban lett eladva. Több mint 100 fesztiválon volt, 30 díjat besöpört, tehát ugye erről nem nagyon szeretnek beszélni. És mondjuk a Cameronra visszatérve, az én baromi jó érzés volt egyszer egy repülőn ülve látni a videókínálatba egy Lufthansán, hogy a Cameron című filmet lehet nézni angol és német felirattal, és nézik. Én ott ültem a repülőn, és háromszor négyszer körbe mentem, hogy kinézi ezt a filmet. Tehát jó érzés volt, úgyhogy vagy szerintem, tehát én azért azt gondolom, hogy olyan témát kell választani, ami érdekli az embereket. Vagy pedig meg kell csinálni azt, ami szórakoztatja az embereket. Tehát ez a kettő között kell valamilyen úton menni, hogy sikeres tudja maradni. Hogy látja ön azt a kérdést, hogy időnként egyfajta közéleti szerepet is fel kell vállalnia? A közéleti szereplés. Én mindig ilyen nagypofájú fiú voltam már a főiskolán, vagy utána említettem a termelőszövetkezetbe, tehát én nem nagyon szerettem elrejteni a véleményemet. Tehát én azt szerettem, hogyha van egy véleményem, elmondom, és azon vitatkozzunk, veszekedjünk, balhézzünk, valaki dőljön el, tehát valaki vesszen, vagy valaki nyerjen ezen. Számon kérik tőlem ezt a közéleti szereplést, hogy gondolom én azt, hogy én egy színház igazgatójaként, vagy filmproducerként részt veszek a közéletbe. Én nem tartom ezt ördögtől valónak. Én azt hiszem, hogy mindenkinek van egy közéleti meggyőződése, amit hogyha adott helyen is úgy gyakorol, hogy nem bántja a munkáját, az működik. Tehát például nálam a színházban nem feltétel az, hogy itt mindenki valamilyen oldalé rajongjon. Tehát nem kell bemutatni pártokkönyvet, nem kell hitet tenni amellett. Itt azt kell csinálni, ami az a legjobban ért, jó kell a színpadon játszani. Érdekes példája ennek, hogy amikor a Kulka bejelentette, hogy elmegy a Nemzetiből, én felhívtam a Janit, akivel nagyon, nagyon, nagyon kedvelem egyébként, kitűnő színésznek tartom, dolgoztunk is együtt sokat. Felhívtam a Janit, hogy leültünk ugyanitt, és mondtam, Jani, én azt szeretném, hogy ide jönni ebbe a színházba. Szegény, ugye éppen a Milla tüntetésre jött, mint szóvivő, és egyszerűen nem értette, hogy mi van. Mondom, nem múlik ezen, János. Tehát ezen nem múlik, tehát engem az érdekel, hogy jön az ember, a pénztárba vesz jegyet, arra a produkció, amit én ígértem neki, hogy ilyen lesz, és én azt gondolom, hogy abban szükségem van arra, amit te csinálsz. Teljesen kétségbe esett, és én láttam rajta, hogy másodpercek alatt igen mondott volna, aztán mégsem, aztán mégis, és végül nem itt kötött ki, hanem a Katonába, én nagyon sajnálom, de itt van az Alföldi Robi esete, akivel ugye, ha valaki valamivel nem ért egyet a közéletbe, és avval, hogy én mondjuk avval abszolút nem értek egyet, hogy használja a színházát arra, használta a színházát arra, hogy üzeneteket közvetítsen, de attól függetlenül játszik a Tália színházba. Egy nagyon sikeres darabot, és játszani is fog a Tália színházba, és kvázi mondjuk még azt is lehetünk, hogy itt fog rendezni, tehát ettől nem függ a dolog. Azt a fajta magatartást, amit gyakorol, azt nem szeretem. Azt én elmondtam neki is, elmondtam számos helyen, hogy nálam szent ez a színpad. Tehát én ott nem akarok a nézőknek olyan üzeneteket közvetíteni, ami az én közéleti beágyazottságomat próbálja megformálni. Ezt nem szeretem, és azt gondolom, ez egy vélemény, amit el lehet mondani. Vannak a Robinak darabja, amit szeretek, vannak, amit nem szeretek. Tehát szerettem az ember tragédiáját, nem szeretem az István a királyt. De ez egy látó szög kérdése, és én azt hiszem, hogy nem helye a színháznak a politizálás.
nem helye a filmbe a politizálás, nincs helye a tévébe a fikcióba a politizálásnak, mert az emberek ráunnak. Tehát az embereket egy bizonyos ideig lehet becsapni és hülyének nézni, és üzeneteket közvetíteni. Én azt gondolom, aki üzenni akar, menjen a postára. Üzenjen, vagy álljon ki, és hogy azt gondolom erről a dologról. De nem szabadna ezt csinálni, tehát nem szabadna az árkokatást ilyen mélyre. Köszönöm. Pihenés, kikapcsolódás, békességes nyugalom, egyenlő Balaton. Kálamista Gábornak is ezt nyújtja a magyar tenger? Hát én egy balatoni ember vagyok, ugye most az életem jelentős részét 21 éves korom óta élek Réphülöpen. És ezt nem úgy mondom, hogy élek, én tényleg ott élek, én ott a helyi képviselőtestület tagja vagyok, önkormányzati képviselő, próbálok a Balatonért mindent tenni, nekem nagy szerelem, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan kincs Magyarországon, ami egyedülálló, és hogyha ennek, azt mondtam a múltkor, hogyha ennek a Balatonnak lába lenne, az már rég elment volna innen, mert olyan mostanában bánunk vele. Nekem tényleg ez a kikapcsolódás, hazamegyek Réphülöpre, itt Pesten csak ideiglenesen állomásozom hétközben, mert hát ugye számos gyermekem ideköt, és a munkám is ideköt, de amikor azért van egy olyan lehetőségem, hogy éppen aznap délután nincs dolgom, és másnapnak mondjuk csak 9-re vagy 10-re kell valahol mennem, akkor az ilyen lele futok oda. Hál' Istennek ott tartjuk egybe a családot, ott történnek a dolgaink, és elégkor nem is tudom, mi lenne, de én imádom. Tisztelt igazgató úr, köszönjük, hogy szükre szabott idejéből időt tudott szakítani az interjú elkészítésére. Én köszönöm szépen a lehetőséget.